Jó estét kívánok! Önök a Kecskeméti Televízió hírműsorát, a hírös híreket látják 19 órakor. Már is megmutatjuk mai témáinkat. Ideiglenes korlátozásokkal érdemes számolni az önkormányzati utak felújítása miatt. Színes programok várták ma a Hunyadi iskola diákjait a Menőmenza program jóvoltából. Fennállásának 40. jubileumát ünnepelte csütörtökön a Móra Ferenc általános iskola. Nagy erőkkel zajlik az önkormányzati utak felújítása Kecskemét több pontján. A meleg aszfaltos kátyúzások április elején kezdődtek, és egészen nyár folyamán folyamatosak lesznek, tudta meg szerkesztőségünk. Biztonságosabb lesz a közlekedés Kecskemét belvárosában a Csányi János körúton, ahol az elmúlt napokban a burkolat egy része már új aszfaltréteget kapott. Ezzel párhuzamosan a város több pontján zajlanak kátyúzások. A Kecskeméti Városüzemeltetési Kft. Év elején mérte fel az önkormányzati utak állapotát. A hosszú lista alapján április óta zajlanak helyreállítási munkálatok a tartósabb megoldást jelentő melegaszfaltos technológiával. Naponta 25-30 tonna aszfalt kerül az utakra. Egész nyáron folyamatosan számítani kell útfelújításokra. A társaság az úthálózat állapotát is rendszeresen ellenőrzi, és ahol szükségessé válik, soron kívül elvégzik a javításokat. A cég idei költségvetésében 75 millió forint áll rendelkezésre a városi úthálózat karbantartására. Rodeobika, sportverseny és családi főzés. Ezek a programok várták ma a Hunyadi János általános iskola diákjait és szüleiket. A Hunyadi Gyermeknap az egészség és vidámság jegyében telt a Menőmenzák pályázaton nyert 20 millió forintos támogatás egy részének köszönhetően. A Hunyadi Gyereknap minden korosztálynak tartogatott programot. A Hunyadi János általános iskola a Menőmenzák pályázat egyik kecskeméti nyerteseként idén összevonta az egészséges életmódra nevelést és a gyereknapot. Van rodeobika, van ilyen ugrálóvár, meg van ilyen hosszú nagy csúszda, ahol le lehet csúszni. Nagyon jó, meg izgalmas is, hogy jó, hogy nem kell 4 óráig maradni. A programon a szülők és nagyszülők pedig főzőversenyen mérhették össze gasztronómiai tudásukat. A Menőmenzák pályázat összegéből nem csak szemléletformáló programokat szerveznek, hanem a menzai étkezés javítására és megszervezésére fordítják. Egy új hűtő, illetve 2 mikrohullámú sütő és az új tálalópult. A támogatásból új evőeszközöket és porcelán étkészleteket is beszereztek, de az iskola ebédlője is teljesen új bútorokat kapott. Többek között a mai gyereknapi programokat is a Menőmenzák pályázatnak köszönhetik. Ez összesen 20 millió forint vissza nem térítendő támogatásról beszélünk, viszont ebben már minden benne van, tehát gyakorlatilag az első naptól az utolsó napig, ez egy éven keresztül fut egyébként a program, és ebben minden már, tehát mindenfajta kiadást ez az összeg tartalmaz. A Menőmenzák program célja, hogy a gyerekekkel megszerettessék az egészséges étkezést, és arra is mód nyílik, hogy neves szakemberek beszélgessenek a tanulókkal az ételkészítés rejtelmeiről és a gondos alapanyagválasztás fontosságáról. A projektnek köszönhetően híres vendéget is fogadtak. A mai Hunyadi Gyereknapon Bede Róbert, a TV Paprika sztárséfje tartott főzősót az egészséges életmód jegyében. Gyermeknappal egybekötve ünnepelték ma a Móra Ferenc általános iskola fennállásának 40. jubileumát. A kisdiákok ügyes ötlettel gondoskodtak arról, hogy az egész város értesüljön a jeles évfordulóról. Nem csak a földön, de még a levegőben is láthatóvá vált, mennyire kiemelkedő szerepet tölt be most az intézmény életében a 40-es szám, melyet egészen egyedi módon mutattak be a tanulók. A születésnap mellett a gyermeknapról sem feledkezett meg az általános iskola vezetése. Többek között ügyességi játékokkal, légvárral, pónilovaglással, arcfestéssel készültek számukra a mai napon. Stábunk azt is megtudta, Szemereiné Pataki Klaudia polgármester, aki szintén részt vett a rendezvényen, különös módon kötődik az intézményhez. Nem csupán általános iskolai éveit töltötte itt, de sokszor ő köszönthette annó diáktársait az iskolai ünnepségek előtt. A flashmobról és a jó hangulatú napról a híres hírek után Kiemelő című magazinműsorunkban láthatnak összefoglalót.
Vandálok rongálták meg a két templom közben található márvány ivókút padját valószínűleg a hosszú hétvégén. Az utcában több helyen is térfigyelő kamera van kihelyezve, ezek felvételeit nézik át épp a tulajdonosok. Most így néz ki a két templom közben található márványpad. Feltehetően a hosszú hétvégén zavarhatta a vandálokat az utca szimbóluma. Az biztos, hogy ennek a padnak a megtördelése nem véletlen volt, hiszen eléggé nagy erőkifejtés kell ahhoz, hogy egy márványból készült tárgy ilyen szinten megrongálódjon. Stábunk a helyszínen járva az egyik szórakozó helyen dolgozót kereste meg először. A felszolgáló elmondta, hogy jelezték a történteket a közeli bolt tulajdonosának, mivel az egyik térfigyelő kamera hozzátartozik. Telefonon megkerestük a tulajdonost, aki jelezte, hogy nekiláttak a felvételek áttekintésének. A rendőrségre nem érkezett bejelentés az üggyel kapcsolatban, azonban a felvételek, valamint a beszerzett információk alapján akár feljelentésre is sor kerülhet. Amennyiben beazonosíthatóak az elkövetők, úgy az okozott kárt nekik kell majd megfizetniük. Emellett pedig számolhatnak a rendőrségi eljárás következményeivel is. Egy másik esetről is ma értesültünk. A Bagi László utcában egy játszótér kerítését törték szét ismeretlenek. Az eset kedd reggel és szerda dél között történt. A sérült részeket már leszerelték. Amint megjavították az elemeket, visszahelyezik a helyükre. Életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta a bíróság az ellen a férfi ellen, aki 7 éven belül másodjára próbált rendkívüli kegyetlenséggel kirabolni egy idős asszonyt. Az első eset alkalmával végzett is áldozatával. Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés, önbíráskodás, kifosztás, minősített rablás és felfegyverkezve elkövetett magánlagsértés büntettével vádolja a bíróság azt a 42 éves Petőfi szállási férfit, aki 7 éven belül másodjára próbált kirabolni egy idős asszonyt. A vádlott 2010. augusztusában azon célból ment az áldozat házába, hogy visszakövetelje a 6000 forintos bérét, melyért alkalmi munkája során dolgozott meg. A nő felháborodott a követelés hallatán, így dulakodni kezdtek. A férfi brutális ütésekkel, valamint több készszúrással végzett áldozatával, és összesen 66 ezer forinttal távozott a tett helyszínéről. 2017. szeptemberében tartozásai miatt folyamodott újabb bűncselekményhez, mellyel végül a gyilkossággal kapcsolatban is lebuktatta saját magát. 8 cm-es bicskával egy 83 éves asszony tanyája kerítésén átmászva az udvari WC-ben bújt meg. Miután a sértett ezt észlelte és távozásra szólította fel, a férfi a nő nyakát átkulcsolta és késsel a kezében követelőzött. A sértett ennek hatására elárulta, hol tartja a pénztárcáját, amit a vádlott megtalált és kivette a benne lévő 7000 forintot. Keveselte az összeget, mire a sértett azzal az ötlettel állt elő, hogy a szomszédtól kér pénzt. A vádlott átengedte a nőt a szomszédba, ott segítséget kapott és kihívták a rendőrséget. Az idős asszony a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló hámhorzsolásos sérüléseket szenvedett. A jelenleg előzetes letartóztatásban lévő vádlott bűnösségéről a kecskeméti törvényszék fog dönteni. 10 évvel ezelőtt, 2008-ban alakult meg a 44 taggal rendelkező kecskeméti olimpiai barátok Bóbis Gyula köre. Ma délután tartotta közgyűlését a baráti kör, ahol nem csak a jövőről beszélgettek, de igazi relikviák is bemutatásra kerültek. A csütörtöki nap a kiállítás előkészületeivel zajlott a kecskeméti olimpiai barátok Bóbis Gyula körének tagjai számára. Most került először sor arra, hogy az Egyesület nyilvánosan bemutassa azokat az anyagokat, emlékeket, amelyek a kiállítás során megtekinthetők lesznek. Az önkormányzat és a Mercedes-Benz Kosár Akadémia segítségével itt a volt fedett uszodának a gyermekmedence terében alakítottak ki részünkre egy 20x8 méteres kiállítóhelyiséget. Ezen a helyen városunk olimpikonjai és világnagyságai életművét mutatja be a baráti kör. Ezek részben írásos, valamint tárgyi emlékek. Grosán Pál sporttörténész előadást tartott Szemelvények Kecskemét sporttörténetéből címmel, amelyben szó esett híres olimpikonjainkról, többek között Földi Imréről, Kincses Tiborról és Törös Olgáról is. Elmondta azt is, hogy a testnevelőknek az olimpia szellemében kellene tanítani.
A kiállítást a 650 éves Kecskemét évfordulójára október 2-ától tekinthetik majd meg. 63 olimpikonról kerül ki emlék, közülük 10 olimpiai bajnokot, 5 ezüstérmest és 3 bronzérmes sportolót, valamint pontszerzőket és az olimpián induló versenyzőket mutatnak be. A jubileumi közgyűlésen dr. Bodocki László a tavalyi tevékenységekről számolt be, majd Tüske János tartott újabb beszámolót. Az ünnep mementójaként elkészült egy 300 oldalas könyv is, a kecskeméti kötődésű sportolók az olimpiákon, amely a sportolók életútját, eredményeit mutatja be. Belépési díj nincs, és bárki megtekintheti majd a kiállítást városunk olimpikonjairól a Mercedes-Benz gyár sportakadémia épületében. Kalotaszeg volt a fő témája a viseletkészítők harmadik országos szakmai konferenciájának, melyet csütörtökön tartottak a Népi Iparművészeti Gyűjteményben. A tájegység hagyományairól szóló szakmai előadások mellett az érdeklődők a kalotaszegi viselet készítésének titkait is eltanulhatták az értőkezektől. Gyöngyökkel díszített párták, merrevalók, szebbnél szebb csipkézett és hímzett ruhaköltemények fogadták az érdeklődőket a viseletkészítők harmadik országos szakmai konferenciáján csütörtök délelőtt a Népi Iparművészeti Gyűjteményben. Az idei év témája a kalotaszegi viselet volt, mely az egyik legdíszesebb, legcifrább a magyar népviseletek közül. Szó volt többek között a kalotaszegi bújka varrásának mérai hagyományáról, melyhez a létező leghitelesebb forrás állt a közönség rendelkezésére. Szerettük volna, hogyha a viseletkészítők nem csak szakmai előadásokat hallhatnának egy ilyen alkalmon, tehát néprajzi gyűjtőktől, néprajzkutatóktól, hanem viseletkészítők is beszélnének a saját tapasztalataikról. Varga Erzsébet a 80-as évektől kezdve foglalkozik a bújka varrásával. Egyike azon viseletkészítőknek, akik gyakorlati tapasztalataikkal gazdagították a rendezvényt. Sok a munka véle, már azt mindjárt kivarni, utána kézzel összeállítani, úgyhogy munka van vele, de én szeretem csinálni. Engem nyugtat, és ebben már úgy benne vagyok, akkor vagyok nyugodt, mikor varok. Ahhoz, hogy hiteles, részletgazdag legyen egy ruhaköltemény, a tervezőknek, ruhakészítőknek elmélyült ismeretekkel kell rendelkezniük az egyes tájegységek népviseleti hagyományairól. Kalotaszegi viseletről számos leírás született a 19. század közepétől kezdődően. Ennek ellenére kevés olyan jellegű kutatásra került sor, amely mélyfúrásra vállalkozott volna, amely egy adott közösségnek nagyon részletekbe menően dokumentálta volna az öltözködési kultúráját. Tötszegi Tekla néprajzkutató a mérai viselet 20. századi változásáról beszélt előadásában. Elmondása szerint annak idején a mérai öltözködés élő volta ragadta meg figyelmét, és abban a szerencsében volt része, hogy részben kívülállóként, részben benfentesként közelíthette meg a témát, hiszen bár nem Mérában született, 35 éve él a településen. Május utolsó hétvégéjén gazdag programkínálat várja a családokat Kecskemét több pontján. A legtöbb esemény a gyermeknaphoz kapcsolódik. Így lesz a Szent László körúti vásártéren is, ahol szombaton elsősorban a legkisebbeket és szüleiket várják a kisállatvásárba. A gokartpálya melletti területen kisebb-nagyobb házi kedvencek kerülhetnek új gazdihoz. A tapasztalatok szerint sokszor azokból is vevők lesznek, akik csak nézelődni érkeznek. A helyfoglalás az árusoknak 1500 forint, a látogatóknak a belépés gyalogosan ingyenes. A kisállatok árusításához állatorvosi igazolás bemutatása kötelező. Az egyre népszerű kisállatvásárral egy időben veterán autó és motoralkatrész bőrze is zajlik a területen. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Ideiglenes korlátozásokkal érdemes számolni az önkormányzati utak felújítása miatt. Színes programokkal várták ma a Hunyadi iskola diákjait a Menőmenza program jóvoltából. Az eseménnyel egy időben tartották meg idén a Hunyadi gyermeknapot is. Fennállásának 40. jubileumát ünnepelte csütörtökön a Móra Ferenc általános iskola. A kisdiákok egy flashmobbal is készültek.
Életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta a bíróság az ellen a férfi ellen, aki 7 éven belül másodjára próbált rendkívüli kegyetlenséggel kirabolni egy idős asszonyt. Önök a hírös híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Híróránkat a Kiemelővel, a Kecskeméti Televízió közéleti magazinjával folytatjuk. Mai műsorunkban megmutatjuk, hogyan lepték meg a várost a mórás kisdiákok. Itt az osztálykirándulások ideje, utána jártunk, mennyivel bonyolultabb az új törvényi szabályoknak megfelelően utat szervezni a pedagógusoknak. A közelgő gyermeknap alkalmából pedig a Városi Gyermeknapról beszélgetünk majd Szabó Csabával, a szervező Hírös Agóra ifjúságfejlesztési vezetőjével. Olvassák és nézzék hírportálunkat. A cím hírös.hu. A hírös híreket 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében, 2 óránként, valamint reggel 7 és fél 9-kor ismételjük meg. Ne feledjék, friss hírekkel, információkkal holnap este 7-kor várjuk majd Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken délután megnövekvő gomoly felhőzetre és többfelé kialakuló záporokra, zivatarokra készülhetünk. Megélénkül az északkeleti szél, 28 fok várható, nem lesz fronttérségünkben. Szombaton szintén nyári, a zivatarok tarkíthatják hazánk időjárását, sokfelé számíthatunk kipattanó záporokra, zivatarokra, az enyhe hajnal után 29 fokot mérhetünk. Vasárnap is kialakulhatnak helyi jellegű záporok, zivatarok, de már kevesebb csapadék valószínű, napsütésből sem lesz hiány, délután akár csak szombaton szintén 29 fokra számítsunk. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kiemelőt, a Kecskeméti Televízió közéleti magazinját látják. Mai műsorunkban megmutatjuk, hogyan lepték meg a várost a mórás kisdiákok. Itt az osztálykirándulások ideje, utána jártunk, mennyivel bonyolultabb az új törvényi szabályoknak megfelelően utat szervezni a pedagógusoknak. A közelgő gyermeknap alkalmából pedig a Városi Gyermeknapról beszélgetünk majd Szabó Csabával, a szervező Hírös Agóra ifjúságfejlesztési vezetőjével. Kérem, tartsanak velünk! Idén sem maradhat el a Városi Gyermeknap. Kicsik és nagyok vasárnap több óra önfelett szórakozást kapnak ajándékba. Szabó Csabával, a Hírös Agóra munkatársával beszélgetünk a gyermeknapról. Köszöntelek itt a stúdióban, örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat, hisz igen, aktuális dolgokról fogunk rövidesen beszélgetni. Hát először is hol keressük a gyermeknapi programokat, illetve hol lesz a helyszín? Ebben én is köszönöm, hogy itt lehettek, és akkor beszéltek erről a remek dologról. A főteret foglaltuk el az idén is, egyébként most már több éve a főtéren van a gyermeknapi akció. Ez egy bevált helyszín, ugye? Ez egy nagyon jó helyszín, annál is inkább egy történelmi főtér. És az idei témánk az az időutazás lesz. Ugye a kalandos időutazás nem véletlenül Kecskemét 650 éves alapításának 650 éves évfordulóját ünnepeljük, tehát minden ilyen típusú rendezvényt, nagyobb rendezvényt próbálunk ilyen köntösbe odadni. Ez beszélő köntös is, ha már itt tartok, mert 5 korszakot próbálunk megidézni a város főterén. Az egyik, a legkomolyabban vett korszakunk az most a Mátyás király udvara. Hát ez jubileum is. Ez a jubileum, 560 éve, 15 évesen a Dunajegén Mátyás királyt királlyá koronázták. És akkor még befagyott a Duna, ugye? Akkor még, igen. Személyesen itt lesz egyébként maga Mátyás király is, ezt most mondom, lehet vele szelfizni, és a teljes udvari tartásával fognak tudni találkozni a gyerekek. És igyekeztünk minden korszakban a korszaknak megfelelő jelmezbe öltöztetett animátorokat
biztosítani, elhozni a múltból ide ilyen időkapu segítségével. Tehát 5 helyszín, 5 igazi jelentős korszak lesz, amit így a Híres Agóra munkatársai és önkéntesei, több mint 70 segítő játékanimátor szakember fog ebben a programban így közreműködni. Mátyás király kora mellett természetesen a török hódoltság a másik fontos helyszín, akkor is kiemelt szerepe volt a városnak. Megidézzük természetesen Kossuth és a reformkor időszakát, ott a Kossuth szobor környékén. Meg fogjuk idézni a retrókort, a 80-as, talán a 70-es évek korától, itt azokra a szülőkre gondolva természetesen. Tehát itt nem csak a gyerekekre gondolunk, az hanem egyben a szülőkre. A szüleik gyerekkorára is gondolunk, tehát ilyen retro játékokkal lehet játszani. Kicsit nosztalgiázzanak a szülők. Pontosan. Is, és talán az egyik legfontosabb helyszín, az pedig a jövő, vagy hát igazából a jelen és a jövő. Itt kifejezetten a gyerekekre gondolunk, akik Kecskemét jövőjét is jelentik, és egy ilyen szabad foglalkoztató kis zöld pázsitos játszóházat fogunk berendezni. Az ott lesz a Szökőkút környékén, a sarkán, a Lordok házával szemben. Tehát azért könnyen megtalálhatók lesznek így ezek van, a helyszínek, belátható is lesznek. Hatalmas zászlókkal fogjuk megmutatni a gyerekeknek, hogy melyik kor hol van. De most annak idején, azaz egy évvel ezelőtt sárkányfogakat kellett gyűjteni a bébiknek. Na most, mára, erre az alkalomra mit találtatok ki? Így van, ezt a menetlevelet mutatnám be. Igen. Tavaly is volt már menetlevél egyébként? Tavaly nagyon klassz sárkányos menetlevelünk volt, most ez egy ilyen időkapus menetlevél, ahol abból indultunk ki, hogy ugye aranyhomok, homokóra, a homokórát, hogyha visszafordítjuk, akkor visszafelé pörög benne a homok, ezért gondoltuk, hogy ez nagyon jó szimbóluma lehet az időutazásnak, hogy visszapörgetjük az időt, és ezért ilyen aranyhomok órákat kell gyűjteni, tehát ezeken a helyszíneken azon túl, hogy játszhatnak a gyerekek az animátorokkal, nyerhetnek ilyen homokórákat, és hogyha 12-t ezen a menetlevélen összegyűjtve bemutatnak az időkapszulánkba, akkor ezért gyermeknapi nyereményt kaphatnak. Ezek kisebb felajánlások, például 650 éves felirattal díszített mézes kalács, és egyéb ilyen nagyon klassz kis játék nyereményünk van. Mennyi időt érdemes eltölteni egy-egy helyszínen? Mit tanácsolsz a családoknak? Egyáltalán hogyan időzítsék azt a napot, a vasárnapi napot, amikor hát minden a gyerekekről szól. Így van. Hát, hogyha időnyerőjük van, akkor végül is vissza tudnak pörgetni. Hát igen, nem tudom, csillagkaput egyáltalán állítotok föl, mert... Ez volt a legnagyobb projektünk, tehát ezt próbáltuk, el is készült a csillagkapu, de csak szeptemberre, és én most abból jöttem vissza. Ja, értelek. Oké. Én azt javaslom, hogy 9:30-kor kezdődik, tehát 9:30-kor kezdődik a kavalkád, elvileg egészen 18 óráig fog tartani a mi programunk, utána pedig az ezer lámpás veszi kezdetét. Én szerintem egy jó órát, de akár 2 órát is kitölt az a program, amit egyrészt mi valósítunk, meg másrészt azért meg kell említeni, hogy vannak partnereink is, akikkel közösen szervezzük a gyereknapot. Nehéz volt egyébként a partnereket emellé, a nemes cél mellé állítani, vagy rögtön ugrottak és mondták, hogy igen, igen, igen. Egyrészt nagyon hosszú távú partnerségünk van, például a Katona József könyvtárral, vagy a Katona József múzeummal. Maga a múzeum is természetesen élt a lehetőséggel, hogy ilyen történelmi játékban szerepeljen, de a könyvtár is nagyon jó partner ebben. Esetleg más szponzorok is beszálltak ebbe a dologban? Minden évben most már velünk van a MOKI program, ez a Mobil Ki program, a Mercedesnek egy ilyen közlekedésbiztonsági programja, ők minden ilyen nagyobb rendezvényünkön ott vannak, tavaly is ott voltak, idén is ott lesznek, egy nagyon klassz kis figura fogja invitálni a gyerekeket a játékba. Esetleg még megemlíteném a Libri és a Lira könyvesboltokat, akik nagyon fontos támogatóink, illetve a Vagabund könyvkiadónak lett egy gyümi társas játék, amit kifejezetten a 650 éves város, így a gyümölcsök városa terén, és nálunk fogják bemutatni ezt a kártyajátékot, tehát aki eljön hozzánk a főtérre, ez a játékkal először tud Kecskemét színeiben játszani. Na most, hogyha ilyen gyakorlati kérdésekre térnénk át, akkor rögtön adott a kérdés, hogy hát ott vagyok a családdal, igen ám, de ebédidő van. Van-e arra lehetőség, hogy ott a főtéren eltöltsem a napot, vagy haza kell mennem, és utána újra visszapozícionálok egy újabb és egy újabb programra? Erre tudsz-e tanácsot adni?
Hát én azzal nem készültünk, hogy külön mondjuk az étkezést meg tudjuk oldani, azzal készültünk, hogy 2,5 óra időtöltés után, ezt akár a délelőtti időszakban, akár a délutáni etapban próbálják ki a családok. Uh-huh. Én azt mondom, hogy ezen kívül még mellettünk lesz az EMMI-nek is, ez az Emberi Erőforrás Minisztériumnak egy nagy családi kampány, tulajdonképpen egy ilyen folyosója vagy tere. Uh-huh. Ez ahol most a tabló kiállítása van a városnak, azon a területen az Emberi Erőforrások Minisztériumnak a család éve szlogenhez, illetve vállalásukhoz kapcsolódóan lehet hasonló aktivitásokba bekapcsolódni. Tehát aki így a Városi Gyereknap mellett még kíváncsi egyéb dolgokra, nyugodtan ezt a partnerséget is megnézheti, sőt a Luca kútnál a Ciroka Báb színházasoknak egy teljesen önálló kis világa lesz, ahol színdarabokat fognak játszani és előadni, az egy külön beszélgetést esetleg megérhet, hogy milyen klassz dolgok. Ők is a 650 éves Kecskemét köré szervezték ezt a programjukat. Na most annyi mindenről beszélgettünk, de az időpontokról, a pontos helyszínről, a további információkat hogyan tudjuk begyűjteni, hova látogassunk el, hol lap, stb. Segíts nekünk, légy szíves. Természetesen. Egyrészt azt nagyon fontos elmondani, hogy minden program a főtéren ingyenes, tehát hogy ezt a kalandjátékot teljes mértékben az önkormányzati támogatásnak köszönhetően tudjuk a város polgárinak, főleg a gyerekeinek felajánlani. Tehát 9 óra 30-kor érdemes kezdeni, és minden egyéb programunkról részleteket a Híres Agórának a honlapján, illetve hát a közösségi oldalakon tudnak bővebben tájékozódni a látogatók. Még a Cirókának az előadása is egyébként ingyenes? Természetesen. Minden, ami ott van, azt most jelen pillanatban ingyenesen kapják a vendégeink. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba, és hát kicsit kedvet is csináltunk szerintem a kicsiknek és a nagyoknak, sőt a szülőknek és a nagyszülőknek is. Bízom benne, hogy sok mosolygós tekintettel fogtok találkozni a főtéren. Úgy legyen, a jó időt azt megrendeljük, reméljük az égiek is mellettünk lesznek. Köszönöm szépen, hogy bejöttél. Én köszönöm. Póni lovaglás, fagyi, légvár, ügyességi játékok. Többek között ezekkel készültek a mai napon a Móra Ferenc Általános Iskola tanulói számára. A közelgő gyermeknapot összekötötték az intézmény fennállásának 40. évfordulójával. A jubileumra színes ötlettel emlékezett a diáksereg. Több tucatnyi diák engedte ma a léggömbjeit a magasban Móra Ferenc Általános Iskola előtt. És hogy mi volt az indíték? Különös szereppel bírt a levegőből egészen jól látható alakzat. Fennállásának 40. évfordulóját ünnepli ugyanis az oktatási intézmény, melyről nem csupán a mai napon emlékeztek meg. Az iskola 40. évfordulóját kétszer is megünnepeltük. Március elején a Móra napokon a szülőknek és a diákoknak diággálát tartottunk, és május 10-én pedig a volt igazgatóknak, volt kollégáinknak, jelenlegi kollégáinknak, és nagyon sok vendégnek tartottunk szintén egy kis bemutató műsort. A gyerekek számára ugye a Móra napokon különböző programokat bonyolítunk le, nagyon érdekes sportprogramjaink voltak, vetélkedők, és természetesen megemlékeztünk ott is a múltról, és gyönyörű szép kiállítást készítettünk ide az aulába. A kiállítás mellett, mely a mai napig szemügyre vehető az iskolában, számos egyéb érdekességgel készültek a diákoknak gyermeknap alkalmából. Ugrálhattak és csúszdázhattak az udvaron felállított légvárban, pónikon lovagolhattak, karikákat dobálhattak, frissítő italokért, óriás buborékokat fújhattak, csillámtetoválást készíthettek, sőt még különböző állatok, mesebeli lények bőrébe is bújhattak az arcfestés által. Kedvencem mindegyik, mert nagyon jók, és szeretem. Nem csak a mai napról nyilatkoztak, ilyen pozitívan a kicsik, elárulták, miért az ő iskolájuk a legjobb intézmény. Jókat lehet itt tanulni, meg kevesebb házat adnak. Ezek a diákok minden bizonnyal újabb 40 év múlva is szívesen fognak visszaemlékezni az itt töltött éveikre. Nekem azért tetszik ez az iskola, mert ez egy különleges hely. Jót lehet játszani a barátokkal, meg mindig nagyon jó minden itt. Szeretem az udvart, a helyet és mindent. Nagyon okosak a tanárok, és nagyon sokat tudjuk megtömni a fejünket számokkal és betűkkel, és az ebéd is nagyon finom mindig.
Szemereini Pataki Klaudia polgármester, aki szintén részt vett a rendezvényen, elárulta, egészen különös dolog miatt kötődik az iskolához. Ez Alma Máterem, a Móra általános iskola. Én itt végeztem az általános iskolai tanulmányaimat, és most itt nagyon nagy szeretettel néztem végig az emlékkönyvet, mert már akkor is kicsit kiválasztottnak érezhettem magam az 577-es számú kumbélaótörő csapatnak a csapattanács titkára voltam. Én jelentettem az ünnepségek előtt, és most itt az emlékkönyvben megtaláltuk a beszámolót is, amit készítettem a diák életekről. A tagintézmény vezetői szívesen gondolt vissza az elmúlt 40 évre. Annó énekkarára, most pedig fiatal képzőművészeire lehet büszke az iskola. Ami pedig a felújításokat illeti, a nyilászárók cseréjével hamarosan sor kerül az intézmény energetikai korszerűsítésére is. Több mint egy éve történt az a veronai buszbaleset, melyben diákok, felnőttek vesztették életüket. Most pedig hétfő este gyulladt ki ismét egy busz az M0-ás autópályán. Az eset után döntött úgy stábunk, hogy felméri azt, hogy Kecskeméten hogyan viszonyulnak a külföldi osztálykirándulásokhoz, illetve utána jártunk, hogy milyen formában szigorodtak a szabályok a kirándulások kapcsán. Egy éve egy olyan tragédia történt Olaszországban, amelyben több család élete ment tönkre örökre. Síelni indultak magyar diákok szüleikkel, kísérőikkel, azonban sokan már soha nem érhettek haza. Alig térhettünk magunkhoz az eset után, hétfő este majdnem bekövetkezett az újabb tragédia. Egy busz gyulladt ki az M0-áson Pécel mellett. Az edzők lélek jelenlétének köszönhetően mindenki épségben jutott ki a járműből. A gyerekek is nagyon fegyelmezetten viselkedtek, amikor a felnőttek kimenekítették őket a lángoló buszból. A 9 és 14 év közötti kézilabdások között volt, aki sokkot kapott, de senki sem vált az égő jármű martalékává. Ekkor döntött új stábunk, hogy utána jár azoknak a szabályoknak, amelyeket januártól vezettek be. Ami változott ebben, ami egyik ugye, hogy menjünk sorba, mielőtt ugye elindulnának ugye kirándulni, vagy a szerződést ugye megköttetne, ugye abban a személyszállító céggel, ugye akivel fuvaroztatnának, vagy ugye mennének kirándulni az iskolák, ugye annak az autóbusz vezetőnek igazából szakorvos által kiadott dokumentummal igazolnia kell, hogy nem szenved kóros alvázavarban. Ez az első, ugye így mondhatni, ugye, ami ilyen fontos. A másik, ami fontos ugye ebben, hogy 13 naptári évet nem haladhatja meg az autóbusznak az életkora, amivel ugye kirándulni mennének. A harmadik dolog meg, ami megint így ugye közszájon forog, hogy 23 és hajnal 4 óra között nem közlekedhetnek ezek az autóbuszok, ugye ha diákokat szállítanak, kivéve akkor, hogyha netalántán ilyen közlekedési torlódás vagy közlekedésrendészeti hatósági intézkedés miatt nem érik el mondjuk a szálláshelyet, de akkor is csak a szálláshelyig közlekedhet. Tehát magyarán mondva, ugye, hogy a köznyelvben is van, ha éjszaka mennek külföldön, ugye, akkor ugye, ez idő között 23 és 4 óra között szállodába kell, hogy lakjanak. Ezek a szabályok a külföldön történő diákok utaztatására vonatkoznak. Január 1-én lépett hatályba ez a rendelet. Azonban akik tavaly kötötték meg a szerződést az idei kirándulásra, azokra még nem vonatkoznak ezek a szabályok, őket még nem védik a szigorítások. Ráadásul ezek az intézkedések nem feltétlenül védenek meg a balesetektől, hiszen a veronai tragédia esetében sem csupán az volt a baj, hogy a sofőr elaludt. Egy pót üzemanyag tartály volt beszerelve a járműbe, az ügyben még nem született bírósági döntés. Megkerestük Tóth Lászlónét, a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola intézményvezetőjét, hogy a tavalyi eset óta hogyan vélekednek a szülők és a tanárok a külföldi kirándulásokkal kapcsolatban. Nincs félelem, ugyanis nagyon felkészültünk, illetve kaptunk segítséget a Kecskeméti tankerülettől, segédanyagot, amivel elbeszélgettünk osztályfőnöki, aminek keretében elbeszélgettünk az osztályfőnöki órákon a gyerekekkel ezekről az eseményekről. Az Erdélyi út előtt többször összegyűltünk a gyerekekkel, több osztályfőnöki óra keretében, és elmondtuk, hogy milyen esetőségek vannak, és hogy hogyan kell ezekre reagálni.
Tóth Lászlóné elmondta stábunknak, hogy nem mondtak le külföldi utat a történtek fényében sem. Az iskolának megvannak azok a busztársaságok, amelyekben megbíznak mind a szülők, mind a tanárok, és nyugodt szívvel engedik el a gyerekeket a kirándulásra. A hétfői eset kapcsán pedig elmondható, hogy valószínű nem csupán a kecskeméti iskolában készítik fel a gyerekeket és a tanárokat a balesetekre, hanem a tavalyi tragédia óta az egész országban fokozottan felkészülnek az utazásokra. A kiemelőben minden nap egy-egy tematikus műsorral várjuk Önöket. Ma a Paletta magazinunkat láthatják, melyben hétvégi programokat ajánlunk. Köszöntöm Önöket, ez itt a Paletta, a Kecskeméti Televízió programajánló magazin műsora. Az időjárás most már úgy látjuk, hogy végleg nyáriasra fordult, és ezt tükrözik a városban a különböző programok, fesztiválok is. Az elmúlt néhány hétvégén a hosszú hétvégék előnyeit élvezhettük, most azonban egy picit rövidebb jön, de annál több programunk lesz, hiszen a gyermekeké lesz a főszerep egész vasárnap, sőt egész hétvégén itt Kecskeméten. Az egész városban kínálunk Önöknek és családjuknak jobbnál jobb programokat. Én Puha Éva vagyok, tartsanak velem! Felgyorsult világ, fogyasztói társadalom, Y, X és Z generációk, munka kontra magánélet. Manapság oly sokszor hallható fogalmak, melyek mindenkinek mást jelentenek. De hogyan viszonyulunk ehhez a világhoz? Hogy éljük meg a mindennapjainkat? Milyen új kihívásokkal szembesülünk nap mint nap? Hogyan támogat a családunk, és mi hogyan támogatjuk őket? Siker egyenlő tudás, vagy manapság valami más? Három előadást is tartanak a téma kapcsán, erősségeink, lehetőségeink a hétköznapi csatáinkban. Az előadásokat kifejezetten szülőknek, nevelőknek ajánlják, de várnak minden érdeklődőt. A programon való részvétel ingyenes, részletes információkat a www.aranyhomok.hu webcímen olvashatnak. Az adománybolt udvarán a gyerekeket az adományboltok éjszakája alkalmából színes programokkal várják, mint például csuhéból alkothatnak szebbnél szebb dolgokat, kavicsfestés, paripakészítés, arcfestés és közös éneklés is lesz. Finom palacsintával, limonádéval és zsákba macskával készülnek a betérőknek. Gicsárverést is tartanak majd, ki az, aki többet ad érte? A boltban mindenki saját maga húzza ki a kedvezményét, szerencsétől függően 10 és 100%-os engedménnyel vásárolhatnak majd a szerencsések az adományboltok éjszakáján május 25-én este 6 órától a Zápolya János utcában. Mindannyian tudjuk, hogy a Lánchíd sportpálya elég rossz állapotban van, a futópálya balesetveszélyes, a kinti konditerem eszközök nagy része pedig már használhatatlanná vált. A Széchenyi városban megközelítőleg 30 ezer ember él, nagy részük panellakásban, tehát még arra sincs lehetőségük, hogy nyújtózzanak egyet a kertben. Épp ezért a sportolási lehetőségek megléte rendkívül fontos az itt élők egészsége és betegség megelőzés céljából. Valamint a jó közérzet is fontos. Ezzel az eseménnyel az a célunk, hogy a lehető legtöbb kecskeméti polgárral együtt megmutassuk, nekünk fontos a Lánchíd sportpálya, és hajlandóak vagyunk tenni is érte. Ezeket a sorokat írták a szervezők az esemény felhívásaként, melynek címe Fussunk együtt a Lánchíd sportpályáért. Rengeteg programot is szerveztek erre a napra, melynek a célja tehát, hogy mielőbb megújuljon a Lánchíd utcai sportpálya. Muzsika, szó a természetben, beöltözős móka, alkotás, tábortűz, kalandos időutazás, ezerlámpás éjszakája, kalandpark, koncertek vagy éppen mozi. Néhány vezényszava csak a 2018-as Kecskeméti Gyermeknapnak, mely ezen a hétvégén kerül megrendezésre Kecskemét szerte. Készíthetsz például öltöztetős papírbabát, hintalovat, papírkoronát, beöltözhetsz papírbabának, játszhatsz a dobozvárral, a Playmobil katonákkal, vagy színezhetsz egyedi színezőket a Szóra Katénusz Játékmúzeumban, a Királyfik és Királylányok nevű programon. A Muzsikál az Erdő rendezvény sorozat 2018-ban a 15. évadára készül az ország három térségében.
Az év első eseménye a Muzsikál az erdő a Hírösvárosban programja. A rendezvény célja, hogy az erdő és a zeneművészet erejével a fenntartható, környezettudatos életvitelre buzdítsák a programok résztvevőit a Nyíri Erdővackorvár Erdei Iskolában és a Lakitelek Tőserdő Szabadstrandon május 26-án és 27-én. Korok és játékok kalandos időutazáson vehetnek részt az érdeklődők a Városi Gyermeknapon május 27-én reggel 9 óra 30 perctől egészen délután 4 óráig. A színpadi programok között olyanokat találunk, mint például a Kecskemét Táncegyüttes Nagy Lurkok bemutatkozása, Hetényi Néptánckör, First Step Dance Club, Hetényi Modern Tánckör, Turpinski Balettiskola, Híres Néptánctanoda, Step and Go Táncklub, Vitalitás TSE vagy éppen a TST Tánciskola műsora. 16 és 17 óra között gyermekkoncert lesz a Bergen Góc Zenegóc együttes műsora. Ezen kívül egésznapos programok este 6 óráig, korok és játékok időutazás. Kalandos időutazásban elevenik majd meg Mátyás király udvara, napjaink a török hódoltság idején, életünk a reformkorban. Megidézhetjük a retró korát, visszatérünk a jelenbe, majd előre is tekinthetünk a jövőbe. A Mercedes Smoky programja a kicsiktől a legnagyobbakig egésznapos élménydús játékkal várják a családokat. Ezen kívül család és karrierpont lesz a Családok Éve Roadshow keretében a híres szökőkút körül. A napot 17 órakor buborék fújással zárják majd a főtéren. Gyermeknap alkalmából moziba hívják és várják a gyermeküket egyedül nevelő szülőket és természetesen a kicsiket. Ha elváltál, egyedül maradtál és szeretnél egy kicsit kikapcsolódni a gyermekeddel, gyertek el az Ősember kicsi az ős de hős című animációs mesefilmre május 27-én vasárnap délután 2 órakor az Otthon moziba. A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, a regisztráció után vehető át a belépőjegy. Maximum 50 főig tudják fogadni a regisztrációt, ezért jó lesz sietni. Jelentkezési link a jegyek címszó alatt van a www.otthonmozi.hu weboldal címen. És most nézzük, hogy ezen a héten mit tartogat a sportszerelmeseinek Kovács Nóri kolléganőm. A Kecskeméti Spartakus Sportkör és Közösségi Tér május 25-én rendezi soron következő éjszakai forgatagát. A megszokotthoz hasonlóan a szervezők érdekes, interaktív programokkal, versenyekkel várják az érdeklődőket. 17 órától már nyitja kapuit az esemény, ekkortól érkezhetnek nevezni és melegíteni mindazon asztali teniszezők, akik nem a profi kategóriákban szeretnének versenyezni. Ezen kategóriák mérkőzései 17 óra 30 perckor kezdődnek. 18 órától gyereknapi versenyekre kerül sor, majd Barkóczi Titanilla terápiás kutyájával ismerkedhetnek a látogatók. 20 órától pedig kezdődik a profi asztali tenisz, illetve a darts, csocsó és kinect bajnokság, amelyre természetesen ezúttal is kortól és nemtől függetlenül mindenkit szeretettel várnak a rendezők. A Kecskeméti LCA hétvégén játssza a megye 1-es bajnokságban az utolsó hazai fordulót. Ellenfele a 19 pontjával az utolsó előtti helyen álló Akasztó. A meccsre szombaton 17 órakor kerül sor a Széktói stadionban. A meccset követően a bajnoki kupát és az aranyérmeket is átveszik a játékosok. Május 27-én vasárnap 10 és 18 óra között gyermeknapi programokkal várja látogatóit a Kecskeméti fürdő. Lesznek játékos ügyességi feladatok, sorversenyek, kézműves foglalkozások, aquafitness. 16 és 18 óra között pedig ingyenes csillámtetoválást is csináltathatnak a gyermekek. Emellett pedig az élménymedencék és csúszdák is várják a fiatalokat. Idén 8. alkalommal rendezi meg futóversenyét a Mercedes-Benz gyár. A rendezvény egyre népszerűbb, évről évre egyre többen vesznek részt a futáson. Az előző évekhez hasonlóan idén is a gyár területén zajlik a futóverseny. Az útvonal 5 kilométeres körökből áll, idén is érinti a karosszéria üzemet, ahol futás közben a résztvevők egy pillantást vethetnek a robotokra.
A rajtszámokat 7:30-kor a helyszínen vehetik át az indulók. 9 órakor rajtolnak a gyerekek 1200 méteren, 10:30-kor pedig a felnőttek versenyére kerül sor. Ekkor startolnak a 10, a 25 kilométeres távon indulók, valamint az 5x5 kilométeres váltók. Ennyi fért mai programajánló magazin műsorunkba, reméljük mindenki talált kedvére valót. Találkozunk egy hét múlva, a viszontlátásra! A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Ideiglenes korlátozásokkal érdemes számolni az önkormányzati utak felújítása miatt. Színes programokkal várták ma a Hunyadi iskola diákjait a Menő Menza program jóvoltából. Az eseménnyel egy időben tartották meg idén a Hunyadi gyermeknapot is. Fennállásának 40. jubileumát ünnepelte csütörtökön a Móra Ferenc általános iskola. A kisdiákok egy flashmobbal is készültek. Életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta a bíróság az ellen a férfi ellen, aki 7 éven belül másodjára próbált rendkívüli kegyetlenséggel kirabolni egy idős asszonyt. Kalotaszeg volt a fő témája a viseletkészítők 3. országos szakmai konferenciájának, melyet csütörtökön tartottak a Népi Iparművészeti Gyűjteményben. Kedves nézőink, a hírórával legközelebb holnap este várjuk Önöket, este 7-től 8 óráig. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Kedves nézőink, köszönöm, hogy figyeltek ránk, tegyék ezt holnap is, mi itt leszünk, várjuk Önöket, viszontlátásra!